Én azoknak a figyelmébe ajánlom elsősorban Kéz Zoli barátomat, akik úgy gondolják, hogy azért az mégiscsak árulkodó, ahogy a jelenlegi hatalom megijedt tőle. Méghozzá azt látjuk, hogy a közszolgálati televízióban, különböző kormányközeli médiumokban ezt ők nagyon fontosnak tartják, hogy ők itt nyerjenek. Miközben a másik oldalról meg azt mondják, hogy hát egyáltalán nem érdekli őket, hogy kétharmad vagy nem két, de hogy nem érdekli őket. Nagyon félnek tőle. Bennem az fordította meg a jelenlegi esemény részvételi szándékát, nevezetesen, hogy igen, eljövök, mert ez azért régen nekem nem jutott eszembe, hogy ha már ennyire tartanak Kéz Zolitól, akkor nagy valószínűséggel itt valami megfordulhat. És én azt gondolom, hogy a veszprémieknek ez feltétlenül érdekében áll, de hát ne felejtsük el, hogy ez egy országos jelentőségű dolog lehet, hogyha Kéz Zolinak sikerül, amit elvállalt. Úgyhogy én csak azt kívánom, hogy igen, állítsuk meg a Fidesznek a nyomulását, állítsuk meg a kétharmadot, hogy szavazzanak Kéz Zoltánra. Mindenképpen azért ajánlom Zolit, mivel ő igazán politikusra akart, a szó jó értelmében véve, realista, ugyanakkor nagyon jól látja a jelöltek, illetve a választópolgárok problémáit, úgyhogy ő nem leereszkedik az emberekhez, amiről majd beszélni is fog, hanem ő beszélget az emberekkel. Tehát Németivel ellentétben ő nem megpróbál olyan képviselő lenni, aki tesz is valamit, hanem ő már kész arra, hogy tegyen valamit, nem megpróbálkozik vele. Köszöntöm Önöket, hadd kérjem meg mindenkit, hogy fáradjanak közelebb, ne csak hallgassák, hanem lássák is, ami itt történik. Húzódjanak talán közelebb. Elsőként köszönjük, hogy itt vannak, hogy eljöttek. Azért vagyunk itt, mert egy hét múlva Veszprém és a környező 24 település új országgyűlési képviselőt választ. A sors úgy hozta, hogy ez a választás most több annál, mint hogy ki képviselje ezt a választókörzetet a parlamentben. Február 22-én Magyarország többségének a vágyát teljesítjük. Sárga lapot mutatunk az Orbán kormánynak. Rendezvényünk elején énekeljük el közösen a himnuszt, utána pedig Galkó Balázs egy Petőfi verssel következik.
dicsőséges nagyurak! Hát, hogy vagytok? Viszkete úgy egy kicsit a nyakatok. Új divatú nyakra való készül most számotokra, nem cifra, de jó szoros. Tudjátok-e, mennyit kértünk titeket, hogy irántunk emberiek legyetek. Vegyetek be az emberek sorába, rimánkodott a szegény nép, s hiába. Állatoknak tartottátok a népet, hát ha most, mint állat fizet ti néktek. Ha megrohan, mint vadállat titeket, s körmét fogát véretekkel festi meg. Ki a síkra a kunyhókból milliómok, kaszát, ásót, vasvillákat fogjatok, az alkalom maga magát kínálja, ütött a nagy bosszúállás órája. Ezer évig híztak rajtunk az urak, most rajtuk a mi kutyáink hízzanak. Vasvillára velük, aztán szemétre, ott egyék a kutyák őket ebédre. Hanem mégis, atyafiak, megálljunk. Legyünk jobbak, nemesebbek őnáluk. Isten után legszentebb a nép neve, feleljünk meg becsülettel nékie. Legyünk nagyok, amint illik mi hozzánk, hogy az Isten gyönyörködve nézze ránk, s örömében mindenható kezével fejeinkre örök áldást tetézzen. Felejtsük az ezer éves kínokat, ha az Úr most testvérének befogad, ha elveti kevésségét, címerit, s teljes egyenlőségünk elismerik. Nemes urak, ha akartok, jöjjetek, itt a kezünk, nyújtsátok ki kezetek, legyünk szemei mindnyájan egy láncnak, szüksége van mindnyájunk a hazának. Nem érünk rá várakozni. Szaporán, ma jókor van, holnap késő lesz talán. Ha bennünket még mostan is megvettek, az Úristen kegyelmezzen ti nektek. Bizonyára tudják, hogy Kéz Zoltán civilként, függetlenként érkezett a politikába. Kollégája és harcostársa Korbel Péter következik most. Üdvözlök mindenkit Kéz Zoltán választási gyűlésén. Remélem, még többen jönnek majd el a kampányzáróra, hogy együtt kiáltassuk. Fiúk, záróra! Először is engedjék meg, hogy a környező településeken élőkhöz forduljak. Bakonynána, Bánd, Csebánya, Csepény, Dudar, Eplény, Hajmáskér, Hárskút, Herend, Jázd, Királyszent István, Kislőd, Lókut, Márkó, Nemesvámos, Olaszfalu, Öskü, Sóly, Szápár, Szentgál, Tés, Urkút, Városlőd és Vilonya lakói. Tisztelettel kérem önöket, hogy csatlakozzanak hozzánk veszprémiekhez. Hogy együtt tudjuk lebontani a most regnáló cinikus, pökhendi kormány épületét. Csak az nem látja, aki nem akarja, hogy az épület már most omladozik. Amit tennünk kell, csupán annyi, hogy vélt, rövidtávú gazdasági érdekeinket alávessük józan erkölcsi ítélőképességünknek. Itt a legfőbb ideje, hogy egy közös, jó cél érdekében megtanuljunk végre összefogni. Összefogni, de nem úgy, ahogy a mostani politikai elit teszi. Régi pajtások civakodnak játékszereik felett. Igaz, sokak megélhetését veszélyeztetve, de ők ezzel sosem törődtek. Itt olyan gazdasági érdekösszefonódásról van szó, amely lehetetlenné teszi, hogy bármelyik fél is feladja a másikat. Még nyugdíjas nénikéket zaklat a NAV hallókészülékük megvásárlása miatt, addig országunk vezetői milliókkal úsznak meg, milliárdokkal úsznak meg mindenféle számonkérést. Pedig tudjuk jól, hol a helyük. Bizony, börtönben. Arra kérem a kistelepülések lakóit,
ugyanúgy, mint azokat a veszprémieket, akik még mindig haboznak, hogy ne féljenek, legyenek büszkék, ne engedjék, hogy önérzetüket felülírja bármiféle hűbéri megkunyászkodás. Már nem a feudalizmus korát éljük, de ezt be is kell bizonyítanunk. A szavazófülkébe egyedül lépünk be, és senki nem ellenőrzi, hogy hova tesszük azt az X-et egyelőre. De hogy így maradjon, azonnal el kell felejtenünk elavult félelmeinket. Sokat beszélgetünk barátaimmal arról, hogy miért van az, hogy mi magyarok valahogy képtelenek vagyunk egymást szeretni. Miért van az, hogy politikai nézetek alapján döntjük el, hogy ki rokonszenves és ki nem? Miért van az, hogy nálunk a gyűlölet sokkal több ember képes összetartani, mint a szeretet? Milyen lelki béke az, amely szisztematikus gyűlölködésre épül? Templomból kijöve átlépem a hajléktalant, és még rá is sziszegek? Rohadt semmit tevő. Sikeres kampányt lehet idegen gyűlöletre építeni? Miféle demokrácia az, ahol úgymond konzultálnak velünk csip-csup, vagy már eleve lefutott ügyekben, ám több generációra kiható döntéseket titokban hoznak meg, lásd Paks esetében. Miféle demokrácia az, ahol a politikai elit uralkodó osztálynak tekinti önmagát, illegálisan szerzett vagyonával pedig még kérkedik is. El sem jut hosszú, évtizedes, kemény munkában megfáradt agyukig, hogy ők a mi alkalmazottaink. Olyan bír kicsúszni a szájukon, hogy 47 ezerből meg lehet élni? Vagy mindenki annyit ér, amennyie van? Mit várunk ettől az immorális, pöffeszkedő hatalomtól? Szakértelmet? Szociális érzékenységet? Tudást? Hogy végre rátérjek a helyi dolgokra is? A fideszes jelöltről például azt írja a Téma című politikai propagandaanyag. Némedi Lajos olyan képviselő szeretne lenni, aki ismeri a választók problémáit. Gratulálok! Pályám kezdetén eszembe sem jutott volna azt mondani, hogy szeretnék olyan angol tanár lenni, aki ismeri az angol nyelvet. Vagy képzeljük el azt az erdészt, aki szeretne olyan erdész lenni, aki ismeri az erdővel kapcsolatos problémákat. Ismét a tudatlanság és a cinizmus olyan keverékével találjuk szembe magunkat ismét, melynek csak az dől be, aki valamilyen megfontolásból be akar dőlni. Remélem, egyre kevesebben vannak ilyenek. Pár ismerősöm azon tanakodott, hogy az LMP-re szavaz. A múlt héten felröppent hír azonban, miszerint a tapolcai időközi választáson sem tartják kizártnak a Jobbikkal való együttműködést, egyből jobb belátásra bírta őket. Az LMP újra bebizonyítja, hogy helyesen a neve NLMP kellene, hogy legyen. Schiffer András első gondja Kéz Zoltánnal az volt, hogy Zoli tagja volt a Fidesznek. A Jobbikkal szemben ezek szerint nincsenek fenntartásai. Az viszont megvetendő és vállalhatatlan, aki lelkiismeretére hallgatnak, kiszáll a biztos jövőt ígérő pártból a bizonytalan függetlenségbe. Mielőtt Kéz Zoltánról beszélnék, szeretném nyomatékosan felhívni a figyelmüket arra, hogy bármelyik kis pártra vagy más független jelöltre leadott szavazatuk csak rontja az esélyét annak, hogy a Fidesz kétharmados parlamenti többsége megszűnjön. A többi független jelölt közül csak egyet ismerek, kedvelem is őt, szerintem van jövője a magyar politikai életben, de hogy a többiek esetében is, nem most. Most túl nagy a tét ahhoz, hogy pár száz szavazat kifoljon az ablakon. Ezért mindenkit tisztelettel kérek, hogy menjen el szavazni és döntsön felelősséggel, mert a demokrácia mi vagyunk. Most pedig Kéz Zoltánról fogok beszélni. Tehetem, mert régóta ismerem, és bizton állíthatom, plakátján valóban az ő arcát láthatjuk. Ilyen. Konzervatív, liberális, önmagában is sokszor kételkedő, józanul gondolkodó, jó humorú ember. Egy nyelviskolában tanítottunk, az egyetemen is munkatársak voltunk, Budapestre is sokat vonatoztunk együtt. Míg az egyetemen történt, hogy egyik közös kolléganőnk kétkedő arccal odajött hozzám, és azt kérdezte, hogy hogy lehet az, hogy Zoli ilyen, én meg olyan vagyok, és mégis barátok vagyunk. Te jó Isten, mondtam, hát nem ez lenne a normális? Ez akkor történt, amikor Zoli még fideszes volt. Azt is meg tudtuk beszélni. Azt is, hogy én egy darabig az SZDSZ tagja voltam, életemben először pártag, mert azt hittem, ez valami más.
de azonnal visszaadtam a tagsági kártyámat, amikor meghallottam azt a két szót, hogy kókista, fodorista. Tőlem teljesen eltérően Zoli politikus alkat, a szó jó értelmében. Realistaként belátta, hogy el kell fogadnia a pártok támogatását. Világlátott ember, aki abszolút nincs meggyőződve arról, hogy amit éppen tesz vagy mond, az megkérdőjelezhetetlen. Ezért indul függetlenként. Lelkiismerete, igazságérzete nem tűrne pártfegyelmet. Biztos szakmai tudása és politikai területen szerzett tapasztalatai, egészséges humora és öniróniája mind-mind képessé teszik arra, hogy hatékonyan képviselje választóterületét a Magyarország gyűlésben. Fontosnak tartom még megjegyezni, hogy a fentieken kívül még valami szembetűnően megkülönbözteti őt legnagyobb riválisától. Ő nem leereszkedik a népéhez, hanem beszélget az emberekkel. Odafigyel rájuk. Nem megpróbál olyan képviselő lenni, aki ismeri a választók problémáit, hanem már most ismeri azokat. Végül engedjenek meg egy utolsó szubjektív gondolatot. Szeretem fütyörésze járni az utcákat. Azt hittem 90 után másképp lesz, de nem. Mióta az eszemet tudom, valaki mindig rám szól. Na, neked meg mitől van ilyen jó kedved? Valahogy a zsigereimben érzem, ha most sikerül a Fidesz épületét lebontanunk, talán nem fognak többet rám szólni. Sétáljunk hát fütyörészve, és mához egy hétre szavazzunk Kéz Zoltánra. Köszönöm. A mai dicsőséges nagyurakat két Veszprém megyei civil leckésztetheti meg. Köszöntsük most az Alumíniumipari Dolgozók Szakszervezetének elnökét, Pat Ferencet, aki április 12-én a tapolcai választáson indulva vihet be újabb ütést a hatalomnak. Jó napot kívánok mindenkinek! Tisztelt veszprémiek, kedves barátaim! Először is köszönöm Kéz Zoltánnak a lehetőséget a felszólalásra. Először szólalok meg képviselőjelöltként. Ugyanolyan feladatra vállalkozom, mint amilyenben Zoltán már javában benne van. Nevezetesen arra, hogy szeretné megnyerni Tapolca Ajka Süme körzetébe az időközi választást, ahogy Zoltán a Veszprémit. Azért a célért, hogy megtörjük a Fidesznek 61%-os részvétel mellett 44%-kal elért trükkös kétharmadát. Pat Ferenc vagyok, reményeim szerint majd széleskörű baloldali támogatással indul a képviselőjelölt az április 12-i időközi választáson. Ajkán élek és dolgozom. Gazdasági beosztásom mellett helyi és országos szakszervezeti vezetőként, valamint októbertől önkormányzati képviselőként is. Amikor úgy döntöttem, hogy elvállalom a képviselőjelöltséget, az motivált, hogy szakszervezeti vezetőként naponta szembesülök a kormánynak romboló, megosztó tevékenységével. Látom a szétszakadó társadalmat. Egyik oldalon látványosan gazdagodó emberek, másik oldalon egyre növekvő, leszakadó réteg. A munkanélküliek, a kormány által magukra hagyott szegények. Vagy emberi méltóság menetek, mert a szakszervezetek vagy a pártok akarják, hanem mert nagyon valós a probléma. Csak a hétvégén több nagyvárosban tiltakoztak így módon az emberek a nyomor ellen. Nyugodtan lehetne mondani, a kormánypropaganda után szabadon manapság a nyomor teljesít jobban. Nem lennék szakszervezeti ember, ha nem mondanék arra is néhány példát, miként teszi kormányunk egyre kiszolgáltatottabbá a munkavállalói réteget. Például a 2012-ben bevezetett új munkatörvénykönyvvel, amely érdemi egyeztetés nélkül a munkavállalók és a szakszervezetek tiltakozása ellenére kerül bevezetésre. Tele és tele sok olyan rendelkezéssel, amelyek jelentősen növelték a munkavállalók amúgy is kiszolgáltatott helyzetét. A kormány persze azt mondta, hogy így nő a magyar munkaerő rugalmassága. Hát igen, a magyar munkaerő rugalmas, elmennek külföldre dolgozni. Valamint az is könnyen megoldható, hogy így a dolgozót ki lehet rúgni. Én nem tudom, hol keletkezik az a sok új munkahely, mert azt tapasztalatom, legalább annyi, vagy még több meg is szűnik. Vagy hallottak ön esetleg
2012 után, hogy sztrájkoltak valahol az országban? Jobb bérért, munkakörülményekért? Nem, ugye? Azért nem, mert gyakorlatilag az új munkatörvénykönyv lehetetlenné tette ennek a nyomásgyakorló eszköznek az alkalmazását. Még a Liga szakszervezetek elnöke is azt mondta, persze utólag, hogy legalább 250 ponton meg kell változtatni ezt a törvényt. Lehet, hogy csak eddig számolta. Vagy itt vannak a nyugdíjszabályok változásai. Nő a nyugdíjkorhatár, ami talán el is fogadható lehetne, ha egyúttal mellé tették volna egy szakmai nyugdíjrendszert is, ahogy ígérték. El tudják önök képzelni, hogy 60 év körüli emberek szerelőállványokon, magas munkahelyeken dolgozzanak betegen vagy félbetegen? Mert én nem. És jelenleg folyamatban van a korengedményes nyugdíjszerzés megszüntetése. Kedves barátaim, most itt nincs lehetőség az életünket hátrányosan befolyásoló sok-sok intézkedésről beszélni. Higgyék el, ezek egyformán érintenek mindenkit, politikai szimpátiától függetlenül. Például a minimálbér, vagy a nem tandíjnak nevezett tandíj pontosan ugyanannyi a Fidesz támogatóknak is, mint másnak. És teszik mindezeket arrogánsan, nemzeti konzultációnak nevezett álegyeztetésekkel, lesöpörve minden ellenvéleményt. Ezeket kell nekünk baloldaliaknak megakadályozni demokratikus eszközökkel, mert ez a baloldal küldetése is. És ezt szeretném én is majd képviselőként felvállalni. Ilyen demokratikus eszköz a választás is. Ehhez azonban sokunknak el kell menni szavazni, és jól kell x-elni. Tegyék önök is ezt. Hajrá Kéz Zoltán, hajrá Veszprém! Veszprém után hajrá Ajka és Tapolca! Akár a jövő vasárnapi választás mottója is lehetne, hogy mindent vagy semmit. A kormányzat közelében Lázártól Habonyig, Szijjártótól Rogánig sokan túlteljesítették, hogy legyen ön is milliómos. A hírek szerint néhányan már milliárdos. Ezért kell a jövő vasárnap azt mondanunk, hogy álljunk meg egy szóra. Köszöntsük most a színpadon a Kvíz királyt, a születésnapját tegnap ünneplő Vágó Istvánt. Köszönöm, hát ez nagyon jól esett, köszönöm szépen. Hát az az én nagyon tiszteletre méltó feladatom, hogy kortes beszédet tartsak Kéz Zoltán barátom mellett. De én még sose tartottam kortes beszédet, hogy arra gondoltam, hogy most se fogok. Hanem ezzel szemben, amit én már hosszabb ideje csinálom, mit szólnának hozzá, hogyha inkább játszanánk egyet? Mondjuk valami kvízt. Arra gondoltam, legyen az a címe, hogy legyen ön is képviselő, kedves Kéz Zoltán. Aki úgy gondolja, hogy benne van a játékban, az most tapsoljon. Köszönöm szépen, 482-en. Aki szerint ez nem jó ötlet, az tartson fel egy sárga lapot. Jó, de jó. Hát az látható többség. Na jól van, ezt fogjuk játszani. Tehát én különböző kérdéseket teszek fel önöknek, hogyha egyet értenek vele, akkor tapsoljanak, ha nem értenek egyet vele, akkor tartsák fel a sárga lapot. Ilyen egyszerű a dolog. És én megkérném szépen majd Kéz Zoltánt, hogyha történetesen ezekből néhány dolgot hasznosnak ítél, akkor majd a parlamentben legyen szíves és képviselje a lakosság véleményét. Jó? Na itt van, próbaként felteszek egy kérdést. Nevezetesen, hogy aki szerint helyes volt a magánnyugdíjpénztár lenyúlása, ez olyan 3000 milliárd forint, az most tapsoljon. Aki szerint nem, az emelje fel a sárga lapot. Aha, nagyon jó, tetszik ugye figyelni. Aki szerint viszont Zoltán képviselje az, hogy a magántulajdonhoz nyúlni nem szabad, az most tapsoljon. Köszönöm. Aki szerint helyes volt minden kulcspozícióba Fidesz pártkatonákat kinevezni 9 évre, mint amilyen a legfőbb ügyész, a választási bizottság, legfelsőbb bíróság, alkotmánybíróság, médiahatóság,
az most tapsoljon, vagy tartsa fel a sárga lapot. Nem, csúnya dolgot ne kívánjuk, de nagyon szép sárgába borult a tér. Aki szerint ez disznóság, az most tapsoljon. Igenis. Aki szerint jó, hogy kivették a köztársaság szót Magyarország megnevezéséből, az most tapsoljon, vagy tartson sárga lapot. Aki szerint lesz még magyar köztársaság, az tapsoljon. Aki szerint jó, hogy milliárdokat költenek stadionokra, hallom, uszodákra is, míg egyre több a szegény ember, az tapsol vagy sárga lappal. Aki szerint máshol jobb helye lenne a milliárdoknak, az most tapsoljon. Igenis. Pintér Sándornak igaza van ez a következő állításom. Kétharmad nélkül nem lehet normálisan kormányozni. Önök szerint? Vagy pedig a másik állítás az, hogy van azért még a világon néhány olyan ország, ahol kétharmad nélkül is normálisan kormányoznak. Önök szerint? Ugye? Egy jelszó. Éljen a felcsuti kis... Na jó, mondom, éljen a felcsuti kisvasút stadion repülőtér. Mangalicat az nem felcsúti. Te, az is felcsúti, van? Na jó, akkor én meg ellenpróba. Ne legyen felcsúton kisvasút és repülőtér, legyen a már elkészült stadion, mint Romániában, egy őrült rendszer mementója. Újabb jelszó. Kapjon minden Fidesz szavazó trafikot. Vagy adják vissza a trafikokat azoknak, akiktől jogtalanul elbitorolták. Szép feladat lesz, Kéz Zoltán. Nem elég a közmédiának hadcsatorna, mert még nem jut el mindenkihez a kormánypropaganda. Elbizonytalanodtak. Legyen 8. Vagy pedig ebben a formában szűnjön meg a köztévé, és már is lesz 80 milliárd forintunk, hogy értelmes, értékes műsorokat támogassunk belőle. Éljen a párt! Értettem a kérdést. Éljenek a pártok! Éljenek a pártok és a civilek! Éljen a pártok és a civilek sokszínűsége. Közben Kéz Zoli jegyzetel. Alkalmazzunk még több közmunkást az adónkból. Adjanak munkát a vállalkozók még több alkalmazottnak a saját nyereségükből. Ugye? Helyes volt Hoffmann Rózsa törekvése a kötelező idegennyel oktatás terén, beszéljen mindenki latinul. Több angol tanárt az oktatásba. Más téma. Tolmácsokat kérnek. A kaszinókat be kellett tiltani, hogy Endi Vajna aztán újra nyithassa őket, mert rá van szorulva a segítségünkre. Másik oldalról. Endi Vajna gazdasági bevándorló. Ő a gazdasági bevándorló. Hát nem tudom, hogy ezt megértik-e. Orbán Viktor egy G, Rogán Antal egy G, Lázár János egy G. Simicska Lajos is egy G. Mindenki tapsol, minden. Mészáros Lőrinc szorgalmas ember, megérdemli a milliárdjait. Sárga lap.
Meg kellene nézni, miért felejtett el bevallani 1 milliárd forint jövedelmet. Lehet, hogy azért, mert nem is nála landolt az az 1 milliárd. Lépjünk ki az Európai Unióból, és vigyék a francba a pénzüket. Nem? Jövőnk az Európai Unióban van, segítségük nélkül leállnának a beruházások. Engedjünk ki minden baltás gyilkost, hát ha vesznek cserébe államkötvényt. Vagy nehogy már az azeri diktátor legyen népünk legnagyobb barátja. Éljen Európa legmagasabb 27%-os áfája. Ennyi sárgát még nem láttam. Le a megszorításokkal. Na most bajban vannak. A fülkeforradalom óta bevezetett csak nem új adó, mi a franc, ha nem megszorítás. Ne bántsuk Matolcsi Györgyöt, hadd tegyen a Magyar Nemzeti Bank élén azt, amit akar. Mi a fenének vesz a Magyar Nemzeti Bank ingatlanokat, mesterhegedűt, festményeket, csodazongorát a pénzünkből? Éljenek pártunk és kormányunk vezetői. Havi 47 ezer forintból. Nem leszünk gyarmat. Nem leszünk orosz gyarmat se. Ez egyébként jó pofa, mert egy ország, kérdezem, egy ország jogosan akarta 1956-ban, hogy ruszkik haza? Egy ország jogosan akarja 2015-ben, hogy ruszkik haza? Akkor hallgatom a véleményüket. Na, akkor még egyet, kettőt. Nébeli Lajosnak, aki pápán alapszervezeti kisztitkár volt, igaza van, hogy nem hajlandó ellenfelével vitatkozni. Aki nem akar vitatkozni, az gyáva. Ez a választás csak Veszprémről szól. Ellen. Ez a választás nem csak Veszprémről szól. Ez komoly kérdés. Az utolsó. Jó, hogy Kéz Zoli függetlenként akar beülni a parlamentbe. Kérdezem a véleményüket. Kéz Zoli üljön be egy demokratikus ellenzéki párt parlamenti frakciójába. Az is jó. Kérem szépen, mindenki látja a végeredményt. Kíváncsi vagyok, hogy erről mi Kéz Zoli véleménye. Ez igazi kérdés volt. De a lényeg az, hogy ahhoz, hogy ezek, amiket önök akarnak, és egyértelmű volt, mind megvalósuljon, ahhoz szavazzanak Kéz Zoltára. Ő következik. Majdnem Kéz Zoli következik, igen. Viszont ahhoz, hogy a kormányellenes többség lendülete az elmúlt 4 időközi választás után se törjön meg, a legtöbbet az a fiatalember teheti, aki vállalta a küzdelmet a hatalommal szemben. Bocsánat a kifejezésért, de mocskos módon támadják, azért, mert félnek tőle. Igazából azonban tőlünk félnek, mert tudják, hogy mi küldhetjük el őket a csodába. Kivételesen igaza van S. Lajosnak. Lehet, hogy most már ő is Kéz Zoltánra szavazna? Jövő vasárnap megmutatjuk, többen vagyunk mi a kormánnyal elégedetlenek. Jöjjön most egy született veszprémi, akivel sárga lapot mutathatunk Orbán Viktornak. A színpadon Kéz Zoltán.
Szép jó napot mindenkinek, köszönöm, hogy itt vagytok, köszönöm, hogy eljöttetek, hajrá Veszprém! Köszönöm az előttem felszólalóknak a támogatásukat, és köszönöm nektek, hogy eljöttetek. Veszprém ma két úton is fontos lépést tesz meg. Néhány óra múlva az arénában az MKB egy lépéssel megint közelebb kerülhet a Bajnokok Ligája címhez. Míg ez a mostani rendezvény egy újabb ütés a falba, amelyet le kell döntenünk. Egy hét múlva, jövő vasárnap, megkezdjük az Orbán kormány ledöntését. Mi, veszprémiek mutathatunk először sárga lapot, hogy legkésőbb 2018-ban a pirosat is megkapja ez a korrupt rendszer. Köszönöm, hogy velem vagytok ezen az úton, amelyen tavaly novemberben indultam el. Amikor sokatok megkeresésére vállaltam, hogy országgyűlési képviselőnek jelöltetem magam, még nem tudtam, mi vár rám a kampány során. Csak abban voltam biztos, hogy lépnem kell. Azt éreztem, nem hagyhatom, hogy ez a rendszer felfalja Magyarországot. Lássunk tisztán, Magyarország ma 4 millió szegény ember hazája, miközben minden 10 érettségizetből 9 külföldön képzeli el a jövőjét. Ilyen országot akarunk? Személyes motivációm is volt. Azt szeretném, hogy két gyermekem egy szabad, nyitott, munkát és megélhetést biztosító országban nevelkedhessen fel, és ehhez ne kelljen Angliába, Amerikába vagy a szomszédos Ausztriába kivándorolnia. Ez adta az erőt, hogy politizálni kezdjek. Rajtam keresztül ti is megtapasztalhattátok. A közpénzeket lenyúló hatalommal szembeszállni legfőképpen bátorságot igényel. Az elmúlt hónapokban ellenfeleim, legfőképp a közpénzekből eltartott helyi és országos média segítségével egymásra licitálva igyekeztek ellehetetleníteni és bemucskolni. A karaktergyilkosság célja a korlátlan Fidesz hatalom megtartása volt, mert nekik semmi sem drága, főleg a mi adóforintjainkból. A kampánycsapatom tagjai és az engem támogató választók közül sokan hosszú hetek óta biztatnak arra, hogy vágjak vissza, sőt, támadjam én is az ellenfeleimet. Beszéljek pápai MSZMP-s múltról, szórólapozzak bizonyított és eltitkolt hűtlenkedéseket, tájékoztassak mesés vagyonokról és 25 éve privatizált földekről. De én ezt nem teszem. Nem tehetem. Először is. Nekem mindenki a szövetségesem, aki Veszprémnek jót akar. Másodszor. Ha csak a múltról beszélünk, a jövőbe vetett hitet emésztjük fel. Létezik? Létezik hibátlan ember? Nem. Mindannyian megtörtek vagyunk akkor is, ha ennek épp az ellenkezőjét színleljük. Ragaszkodunk ahhoz az álomképhez, hogy van tökéletes élet, és hogy a politikusoknak tökéletesnek kell lenniük. De ha azt várjuk el, hogy a vezetőink a nálunk sokkal magasabb erkölcsök szerint éljenek, azzal automatikusan azt kérjük, hogy hazudjanak nekünk. Én nem hazudtam, és nem is fogok hazudni nektek. Örök igazság, a népnek kenyér kell és cirkusz. A Fidesz tud cirkuszt produkálni, én azért fogok dolgozni, hogy az emberek kenyeret kapjanak. Engem nem érdekel mások múltja, még inkább nem érdekel magánéletük. Kritizálni a jövőben is kizárólag ellenfeleim politikai munkásságát fogom. Én a szakmai vitákban és az azokra adott válaszokban, megoldásokban hiszek. Hogy hogyan és mire kell költeni mindannyiunk pénzét. Hogy egy egyéni képviselőnek mi a feladata. Legyen Orbán Viktor és bandája szavazógépe, vagy legyen önálló gondolatokkal rendelkező, a veszprémiek érdekeért kiálló képviselő. Ez az a vita, amire ellenfelem Németh Lajos nem áll ki velem. Ez a hatalmi gőg és pökhendiség nem engem sért, hanem titeket. Így van? Azt a sok ezer választópolgárt, aki engem támogat. Németh Lajos titeket vesz semmibe azzal, hogy nem vitázik velem.
Németi Lajos már elfelejtette Veszprémet, ő már Budapesten érzi magát. Neki már most is fontosabb egy helyi vitánál az, hogy Pintér Sándorral mutatkozzon, vagy éppen, hogy begyűjtse Kósa Lajos ajánlását Debrecenből. Fontosabb, hogy a habonyi kommunikációnak megfelelően veszprémieket mocskolhassanak a közmédiában. Fontosabb a pártutasítás a helyiek véleményénél, ezért szerepelhet az összes szórólapján felelős kiadóként Kubatov Gábor. Jövő vasárnap nekik, a Pintér Sándoroknak, a Kósa Lajosoknak, a habonyoknak és a Kubatovoknak is üzenhetünk. Azt üzenjük, nekünk Veszprém az első, nektek legkésőbb 2018-ban viszlát. Én a tisztességes, a választói akaratát közvetítő politikában hiszek. Azt vállalom, hogy a veszprémiek képviselője és az utca hangja leszek a parlamentben. Azért kell legyőznünk jövő vasárnap a Fideszt, hogy megértsék első üzenetünket. Ne lopjatok! Ez a mi alaptörvényünk. Az államot uraló vezetők ma nem bíznak bennünk, csak kihasználnak minket. Gyávák! Átlátszó módon kilóra akarnak megvenni bennünket. Eszközök vagyunk, darabra mérnek. Egyénenként akarják szavazatainkat megvásárolni ahelyett, hogy egy jobb országot építenének, amelyben munkát és a munkáért tisztességes bért biztosítanának. Fordítva ülnek a lovon, és nem látják, ma Magyarországon nem a bevándorlás, hanem a kivándorlás a fő probléma. Választás előtt úszunk az ígéretekben, aztán néhány évre elfelejtenek minket. Egy ellenzéki képviselő hangjának ereje van. Egy kormánypárti képviselő szótlansága csak a kétharmadhoz szükséges plusz egy szavazat. Még meg sem választottatok, az első közös sikert már elértük. A város vezetése arra készült, hogy a választásokig eltitkolja a 2015. évi költségvetést. Az utolsó másodpercig titkolták, de végül a legvégső határidőben benyújtották a büdzsét. Hogy miért akarták titkolni, az a számokból kiderül. Veszprém lakóinak továbbra is az egyik legmagasabb helyi adóterhet kell elviselniük. A tavaly őszi választási kampányban Németi Lajosék adócsökkentést ígértek. Erre mit látunk? A 2014. évi várható helyi adóbevételekhez képest 210 millió forinttal többet kívánnak idén beszedni. Mit látunk még? Az állam március 1-től megszünteti a lakásfenntartási támogatást és az adósságkezelési szolgáltatást. Az önkormányzatokat pedig magára hagyja. Azt mondja, oldják meg ők helyben a szegények gondjait. Tiszteletre méltó Porga Gyula polgármester úr törekvése, hogy a kormányzati megszorítás eltitkolását is feladatának érzi. De ezt ne közpénzből tegye. Az nem járja, hogy amíg a szociális kiadások csökkennek, az önpropagandára idén is sokkal több jut. Porga Gyula polgármester úr csak úgy, mint a másik 24 település polgármestere számíthat rám. A parlamentben azért fogok szót emelni, hogy az állam ne vonjon ki forrásokat az önkormányzatoktól, és visszakerüljenek a döntések helyi szintre. Én bízom a helyben élő és dolgozó emberekben, ezért állok ki értük. Sokan próbálják sugallni, hogy kizárólag pártjelöltre érdemes szavazni. Tudnotok kell, hogy ki legyen a képviselőtök, az a döntés kizárólag a ti kezetekben van. Ha úgy érzitek, hogy jó irányba megy az ország sorsa, vagy egy pártpolitikusra van szükségetek, akkor nem én vagyok a ti emberetek. Ne azért szavazzatok rám, mert azt hiszitek, tökéletes vagyok. Ne azért szavazzatok rám, mert azt hiszitek, mindenben azonosan kell gondolkoznunk. Szavazzatok arra, aki leginkább megtestesíti azt, hogy tényleg titeket képviseljen. Szavazzatok arra, aki egy erős, szabad országot szeretne veletek együtt építeni. Szavazzatok arra, aki vállalja, hogy Veszprémért és a környező 24 településért fog dolgozni. És az, hogy ti szavaztok, még nem elég.
Mondjátok el szomszédotoknak, barátotoknak, ismerősöknek, hogy most van az esély. Február 22-én van szavunk. Szavazatunkkal saját sorsunkról döntünk. Ha otthon maradunk, azt üzenjük a hatalomnak, hogy minden jó úgy, ahogy ők csinálják. És akkor még fékezhetetlenebbé válnak. Ezt akarjátok? Ezért menjetek el szavazni. És akkor jövő vasárnap büszkén mondhatjuk el, kiáltunk önmagunkért és Magyarországért. Köszönöm, hogy velem vagytok. Hajrá, Veszprém! Jövő vasárnap, hogy minél többen menjünk el szavazni, hogy minél hamarabb bukjon az Orbán rezsim. Találkozzunk tehát február 22-én a szavazófülkében. Viszontlátásra, jó utat! Én nem csinálom, hogy írtam fel.